Kisvárdán indult el az Itthon Fiatalon elnevezésű 3 éves projekt, amelyre összesen 25 millió forintos állami és Európai Uniós támogatást nyert el a Hírotosz Egyesület. A program célja, hogy erősítse a magyar és keresztény identitást a fiatalok körében. Egyesületünk országos lefedettségű, de most ez a program kifejezetten a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok, illetve a határmenti szomszéd országok, illetve magyar külhoni fiatalok összetartását segíti. Ezek a programok nem pusztán ilyen klasszikus ilyen nyári egyhetes együttlétekről szólnak, hanem komoly tréningek lesznek majd benne, tehát személyiségfejlesztő tréning, egymás kultúrájának megismerése, főleg azért, hogy most már elválaszt minket egy fizikai határ, és alapvetően ezt a magyar és keresztény identitást szeretnénk megerősíteni, és amit én roppant fontosnak tartok az Egyesület működésében, hogy tehát valódi értelmiséget tudjunk a fiataljainkból, felelős értelmiséget nevelni. Ezeket a rendezvényeket a projekt kiemelt helyszínein szervezik majd a közeljövőben. A Hierotosz Egyesület számára nagyon fontos a helyi közösségek segítése. Alapvetően egy olyan projektet állítottunk össze, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden fiatalját megpróbál elérni. Ezt a leghatékonyabban a 13 járásszékhely és a Hierotosz Egyesület székhelyi települése Mária Pocs központa. A program egyik fő célja az önkéntesség népszerűsítése és a tevékenység támogatása. Olyan kiemelt dátumokhoz kötik majd a rendezvényeket, mint például a Teszed akció, a 72 óra kompromisszum nélkül vagy az önkéntesség világnapja. Ezzel a projekt lényege, hogy a fiatalokat kimozdítsa az online térből az offline térbe, emelte ki Illés Boglárka helyettes államtitkár. 2014-ben a KSH-hoz végzett egy felvételt, megkérdezte a magyar lakosságot arról, hogy az elmúlt 12 hónapban hányan végezték önkéntes tevékenységet, és a magyar lakosságnak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy ő végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. Azonban látjuk el a célokat is, amelyeket kijelöltünk ezen a területen, hiszen azt jelöltük ki a Nemzeti Önkéntes Stratégiában 2011-ben, hogy 2020-ig a 16-26 év közötti fiatalok önkéntes tevékenységben való részvételét az 25%-kal növelni fogjuk. Az önkéntesség népszerűsítésére egy honlapot is létrehozott a kormány, ahol 600 regisztrált szervezet közül választhatnak azok, akik segíteni akarnak. Magyarországon egyre többen veszik ki a részüket ezekből a tevékenységekből. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter erre egy aktuális példát is említett Kisvárdán. Mindenkor 20 év egyik legfontosabb feladata az önkéntesek bevonása a VB szervezésébe. Ez úgy indult, hogy 2016. szeptemberében nyitottak egy felületet, és oda lehetett jelentkezni önkéntesnek az 20 évére. Van ennek azért, diszkribálja, mondjuk egy hosszú katinkával kezet fogni, vagy egy felszpont nem jön, de nem tudom, egy mondhatni bármilyen híres úszót, Loktit vagy bárkit. Azért van abban egy kis büszkeség, hogy odállok és magyarként ott majd az országot képviselem. De meg kell, hogy mondjam, mindenkit meglepett az a szám, hányan önkéntesen jelentkeztek el az esélyre. Közel 10 000 önkéntes jelentkezett, ami 10 milliós országunk. A rendezvényen az is elhangzott, az önkéntesek körében lényegesen kisebb a kábítószer használat és a bűncselekmények elkövetésének kockázata.